A külhoni magyarságnak jár a magyar állampolgárság és a szavazati jog. Emellett jár neki az autonómia, az európai tapasztalatoknak, normáknak megfelelően, mondta Semin Zsolt. A magyar miniszterelnök helyettes hangsúlyozta. A magyarság megmaradása tekintetében négy fontos alapillér van. Ezek az identitástörző támogatások, amelyeket meg 2010-hez képest. Fontos a honosítás, már 1 millió 50 ezer felett van a honosítottak száma, fontos emellett a külhoni magyar pártok támogatása is, és a negyedik alappillér a gazdasági támogatás, amelynek keretében 50 milliárd forintot osztott szét a magyar állam. Egy abszolút életképes és fontos dolog, nem beszélve arról, hogy ez a tipikus win-win, tehát győztes-győztes konstrukció, hiszen jó a külhoni magyarságnak, mert nem csak az identitását tudja megőrizni, de gazdaságilag is meg tud élni a szülőföldjén. Jó az ott élő többségi nemzethez tartozóknak, hiszen infrastruktúra bővülést és életlehetőséget, életbővülést jelent az oda befektetett pénz. Jó az utódállamnak, hiszen oda kerül investíció, és jó Magyarországnak, mert mi látható volt, ez a magyar gazdaságnak az extenziója, és a magyar GDP-t is emeli. A magyar belpolitikában szokatlan és páratlan egység van ezekről a kérdésekről, tette hozzá a miniszterelnök helyettes. Semjén Zsolt azt mondta, az egyetlen párt, amely nem vett részt a tanácskozáson, a DK volt. A magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a diaszpora tanács is elfogadta azt, hogy Kallós Zoltán külhoni magyarságért díj legyen a külhoni magyarságért díj neve a Máért döntött arról, hogy az eddigi programokat vigyék tovább, 2019-ben pedig második Rákóczi Ferenc emlékév lesz. A tematikus évek sorában a 2019 a külhoni magyar gyermekek éve lesz, jelentette be Potápi Árpád János. Január 1-től indul a tematikus év. Ennek a tematikáját december hónap folyamán állítjuk össze. Az 1 milliárd forint valószínű, hogy hasonlóan kerül megosztásra, mint az idén, tehát a nagy része pályázati keret lesz, és egy kis részéből, én úgy gondolom, hogy kb. 20%-ából pedig különböző rendezvényeket, táborokat, iskolai versenyeket és egyebeket fogunk finanszírozni. Az államtitkár hozzátette, Kárpátalja kérdése szerepelt az első helyen, és Kárpátalja mellett a külhoni és a diaszpora magyarsága is kiáll. Semjén Zsolt pedig néhány számot is ismertetett a sajtótájékoztató végén. Az identitás megőrző program keretében 100 milliárd forint feletti összeggel 5000 szervezetet támogattak. Emellett több mint 700 új óvodát építenek és renoválnak a magyar kormány támogatásából. Az anyasági támogatást 8000-re igényelték a határon túlról, míg a gazdaságfejlesztéssel mintegy 33 ezer külhoni magyar vállalkozást tudnak támogatni 50 milliárd forintból.